Hol a haza? Itt, ahol állok. Valahol egy naprendszerben. Itt, ahol ülök, egy tolba kapaszkodva. Itt az ágyban, ahol felszoktam ébredni. Ahonnan előbb-utóbb megtalálom az utat a fürdőszobába. És ahol az ajtómon kilépve köszönök a szembejövőnek. A haza ott van, azon a néhány négyzetkilométeren, ahol az útjaim összesűrűsödnek. A haza ott van az 50 éve használatlan Berettyói falui zsidó temetőben, nagyanyám magas sírköve előtt. Mellette áll nagyapám, ugyanolyan magasan, fekete gránitba öltözve. Dédapám fehér márványban, fele akkora sincs. A haza ott van az osztályteremben, ahonnan kivágyakoztam, és éveken át néztem a szemközti pékség falba mélyített feliratát, sütőde. Az iskolatársaimat elgázosították. Az iskolát lebontották. Hol a haza? Ahol nem ütnek agyon. Ahol biztonságban tudhatom a gyerekeimet. Ahol van tisztelete a személynek és a szónak. Ahol azt, hogy olyan vagyok, amilyen, és azt gondolom, amit, előlegképpen méltányolás övezi. Ahol van egy nyugodt konyhasarok, és vacsora után bor mellett lehet jól beszélgetni. Ahol a gyerekek ipicsapacsot játszanak, és bunkert építenek. Ahol Jutka felhúzott lábbal ül egy fotelben, és olvas. Ahol a hegyre fölmenet, itt is, ott is megihatnék egy pohár bort, s ha élnék a barátságos invitációkkal, akkor szögdécselve bocsátkoznék le a hegyről. A haza az Erzsébet híd közepén van, amikor utazásaimból hazajövet, azt mondom magamban, de szép. És ott van egy vadszülős ház előtt, ahol előkeresem a kapukulcsot, és egy-egy táskával a két vállamon fölmegyek a második emeletre, kicsit zihálok, és hangokat hallok belülről, igen, élénk hangokat. Megjöttem.